A kormány a mai ülésén áttekintette a devizahitelek körül kialakult helyzetet. Azt a döntést hozta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a KIM előterjesztésének a megvitatása után a gazdasági miniszter, én kezdjek megbeszéléseket a bankszövetséggel. Ezek a tárgyalások most is folynak, hiszen korábban is elkezdtünk már egyeztetni különböző pénzintézeteket és devizahiteleket érintő kérdésekben. Ezeket most folytatni fogjuk és kiegészítjük két szemponttal. A kormány úgy döntött, hogy lehetőség szerint a tárgyalások arra vonatkozzanak és abba az irányba menjenek, hogy Magyarországon a jelzálog alapú devizahitelek azok kivezetésre kerüljenek. Hogy ez hogyan, milyen formában és milyen időtartamban, nyilván ez majd a bankszövetséggel való tárgyalásoktól függ. A másik elvárása a kormánynak pedig az volt, hogy lehetőség szerint olyan döntések szülessenek majd, olyan megegyezés szülessen a bankszövetséggel, amelynek a keretében a forint alapú lakáshitelek törlesztő részletei és egyáltalán a forint alapú lakáshitelek vállalói nem járhatnak rosszabbul, mint a devizahitelt választók. Ez alapján kezdjük meg a megbeszéléseket. Holnap délelőtt már a bankszövetség képviselőit tájékoztatni fogom a kormányülésről, és valószínűleg a jövő héten pedig elkezdjük a megbeszéléseket.